téged is meglapogatlak, mert ezt nagyon szeretem. Szia, Alex! Köszi. Emlékszem, 17 éves voltam, amikor a Széchenyi fürdőben egy akkori barátommal arról beszélgettünk, hogy hol fogunk tovább tanulni, és föltettem neki egy kérdést, ami az volt, hogy ha elképzeled, hogy életed végén a kisunokád beleül az öletbe, és megkérdezi tőled, hogy nagypapa, te az életedben mivel foglalkoztál, mit tettél? Akkor, hogyha most belegondolsz, akkor mi lenne az, amit, hogyha válaszolnál, akkor ettől igazán boldog lennél, és büszke rá, hogy te ezzel foglalkoztál az életedben. Megmondom őszintén, abszolút nem emlékszem már, hogy ő erre mit mondott, de arra nagyon is, hogy nekem hosszú hónapokba telt, mire a saját válaszomat megtaláltam erre a kérdésre. És ez pedig az volt, hogyha valahogy az oktatási rendszer reformjához hozzá tudnék járulni, és ezzel a diákok megtalálnák, hogy mik az igazi céljaik az életben, mik a motivációik, mindenki végezhetne kreatív munkát, és tudnák, hogy mik azok az ötleteik, amik megvalósítása boldoggá teszi őket, na akkor igazán büszke lennék magamra is boldog. Úgyhogy végül ezért lettem pszichológus. Az egyetem első évében, mint ahogy addig mindig is megkérdőjeleztem a létező státuszkvót, és egy saját kutatásba kezdtem. Felfedeztem azt, hogy a diákok kreativitásának a fejlesztésével az önértékelésük is sokkal stabilabb lesz. És ez a stabil önértékelés az, ami egyértelműen hatással van az ő jól létükre. Elmondok nektek egy konkrét példát is. Vegyük Julcsi nénit, aki szeretné a diákjainak a kreativitását fejleszteni, jó? Ő bemegy az osztályba, most az első dolog, amit csinálni fog, az az, hogy egy közös célt állapít meg a diákokkal, mindenki e felé fog majd próbálni menni. Most legyen mondjuk az a közös cél, hogy Budapest egy nagyon izgalmas környezetvédelmi projektjét mutassák be. És mi van akkor, ha jön egy kisrác mondjuk egy karikatúrával, ez egy kreatív megoldás? Hát nyilván lehet az. De mi van akkor, hogyha Budapest helyett ezen Steve Jobs szerepel? Hát akkor már mondjuk nem annyira biztos. De akkor, hogyha emellett még be is mutatja mondjuk a Graphisoft Parknak az ökofriendly sajátosságait, ahol a világban először állítottak Jobsról szobrot, na akkor már megint más a helyzet. Szóval érzitek azt, hogy milyen nagyon nehéz a kreatív alkotásokat megítélni, hogy azok eredményesek-e? De akkor, hogyha ezt a célhoz képes nézzük, akkor mindjárt könnyebb a helyzet. Mondjuk egy kicsit negatívabb helyzetben Julcsi néni kap egy olyan megoldást is a másik kisráctól, ami a komfortzónáján kívül esik, és azt mondja neki, hogy édes kisfiam, magát a szülei nem tanították meg józanul gondolkozni. Mi ez az elképesztő hülyeség, amit itt összehordott? Hát akkor sajnos elképzelhető az, hogy ez a kisrác hazakullog az iskolából, és közben azt fogja gondolni, hogy igen, én egy csőttömeg vagyok, egy szerencsétlenség, és amúgy is apukám is egyszer megmondta, hogy inkább kis széket csinált volna, mint engem. Nagy kár lenne. Az a lényeg, hogy meg tudjuk tanulni, hogy ezeket a visszajelzéseket hogyan kezeljük az életben, hogy ne fogjuk, és amit kapunk, azt egy az egybe rágás emésztés nélkül az én képünkbe beillesszük, hanem tudjuk azt értelmezni mi magunk a célhoz képest. Így az a lényeg, hogy próbáljunk meg elrugaszkodni a létező megoldásoktól, és kockáztassunk valami új megoldással. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy irányt váltunk. Na hát én is irányt váltottam, mert hogy ebből a kutatói pályáról áthelyezkedtem egy sokkal praktikusabb oldalra, nem szerettem volna semmiképp a fióknak dolgozni. Úgyhogy praktikus üzleti tudást akartam szerezni, amivel biztos vagyok benne, hogy akár az oktatásra, valós munkafolyamatokra, munkakörnyezetre hatással tudok lenni. És éppen ezért a pszichológusi énemet elkezdtem egy kicsit átvetíteni erre a vállalati kultúrára, és azt gondoltam, hogy
milyen klassz lenne, hogyha sokkal több vállalkozás képviselni az emberi értékeket, tűz neki fontos víziót saját magának. Ugye ez a vízió az, amiben azt meghatározzák a cégek, hogy milyen hatással akarnak lenni a világra, és a saját termékeik, szolgáltatásaiknak a fejlesztését ennek rendelnék alá. Hiszen ez a termék az, amin keresztül ők kapcsolatba léphetnek a külvilággal. Az én legnagyobb kérdésem az akkor keletkezett, amikor egy innovációs tanácsadással és Európai Uniós projektek menedzselésével foglalkozó cég munkavállalójaként jött egy nagy ötletem, hogy egy online működő platformot hozzunk létre, ahol a diákok nem már megismételt dolgokat prezentálnak a házi feladatukban, hanem olyan kihívásokon, előremutató dolgokon gondolkoznak, amivel saját újításokkal állhatnak elő termékek, szolgáltatások és folyamatok fejlesztésében. És így elérhetik azt, hogy akár már egyetem közben is mondjuk felvegyék őket ahhoz a céghez, ahol igazán dolgozni szeretnének, vagy eladják licenszként a megoldásukat, és ezzel pénzt szerezzenek. De az is megeshet, hogy annyira beleszeretnek a saját ötletükbe, hogy erre saját céget alapítanak. Most az én vízióm ekkora rajzolódott ki, és ez az volt, hogy tegyük együtt a világot egy olyan kreatív helyé, ahol mindannyian tudunk alkotni, ahol együtt közösen oldjuk meg a problémákat, stabilabb lesz ezzel az önértékelésünk, és olyan ötleteket fedezhetünk fel, amiket akár egy életen keresztül is szeretnénk megvalósítani. Ehhez viszont találjunk társakat, támogatókat és erőforrásokat az úton. Hát egy szóval ilyen nagyon szép, gyönyörű vízió volt ez a sajátom, csak az a helyzet, hogy a valóságban mégsem így nézett ki a dolog. Mert hogy akkoriban az infokommunikációs technológiákhoz én egyáltalán nem értettem. Egy sima, mezei pszichológus voltam, 2 év tapasztalattal innovációs tanácsadás területén. Úgyhogy alapító társammal, amikor eldöntöttük, hogy belevágunk egy saját cég alapításába, azt gondoltam, hogy a lehető legfontosabb dolog, hogy már az első 3 hónapban menjünk ki Amerikába, a Szilícium völgybe, és tanuljunk az ottani emberektől, a termékkoncepciónkról, szerezzünk visszajelzéseket befektetőktől és a potenciális célcsoportunktól. Úgyhogy a létező legnagyobb technológiai show-n meg is jelentünk, ez a TechCrunch volt, és kivittük a kis összetákolt képernyőképeinket, amin egyébként egy ilyen nagyon rajzos, nagyon avatáros, játékos környezet volt, mert abban hittem, hogy ez a játékos környezet egy kicsit csökkenteni fogja azt a kockázatot, amit az embereknek vállalni kell, amikor egy ilyen újfajta megoldással előállnak. Csak hogy az történt, hogy aki odajött a standunkhoz, egyébként több ezer ember, azoknak egyáltalán nem értettem, hogy miért nem esik le, hogy most kezdődik a kreativitás forradalma. Ehelyett olyanokat mondtak, hogy miért nem pirosabb a piros szín a képernyőm, meg miért nem nagyobb az avatárnak a szeme. Egyszerűen nem bírtam rávenni őket, hogy a víziót nézzék. Még azok is, akik értették a célunkat, azt kérdezték tőlem, hogy na jó, de hogy fogod azt elérni, hogy legyenek cégek ezen a platformon, amikor diákok nincsenek. De hogy diákok meg addig nem fognak jönni, amíg a cégek nem adnak kihívásokat. Újra tervezés következett. Nagy szerencsére voltak olyan nagyvállalati vezetők is, akik viszont azt mondták, így elejtették, hogy hát jó, de egyébként én még a saját humán erőforrásom potenciáját sem tudom kihasználni. Na, stratégiai szempontból ez volt számunkra az első legfontosabb lépés, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy-nagy víziót elkezdjük megvalósítani kicsiben. Kifejlesztünk egy olyan vállalati verziót, ahol a cég munkavállalói tudnak egymással először ötletelni, és ilyen újító megoldásokat kis csoportokban, alulról felfelé jövő kezdeményezésekben megvalósítani. Ez volt az a pont, ami elvezetett minket egy kis prototípusig, ez a Binnovative elődje, amivel 2012-ben a Singularity Egyetemnek a Global Impact versenyét ebben a régiójában megnyertük,
és 10 hétre kimehettem a NASA kutatóközpontjába, ahol rajtam kívül még 79 másik nagy vizionáriussal. Egyébként ott is kb. Egy 2 hét alatt kellett valami áttörő megoldást egy projektben prezentálnunk. Nagyon megtanultam akkor, hogy a kinti szilíciumvölgyi módszereket használjuk is föl az alkotások létrehozásakor. Mégpedig a design thinking arra tanított meg engem, hogy a designból induljunk ki, amikor termékeket, szolgáltatásokat tervezünk, abból, hogy ez milyen élményt fog jelenteni majd a végfelhasználónak, és ezt hogy lehet kézzel foghatóvá tenni. Vagy pedig a Lean Startup módszerekből felhasználtuk azt a dolgot, hogy a saját víziónkból azonosítsuk, hogy mik a legkockázatosabb feltételezések, erre fogalmazzunk meg hipotéziseket, és azokat különböző mérések, metrikák segítségével teszteljük is le gyorsan. Hála Istennek be tudtuk építeni mindezeket a tanulságokat még a saját szoftverünkbe, és úgy nézett ki a dolog, hogy ebben tömegek, igaz, egy cégen belül el tudtak kezdeni párhuzamosan kis csoportokban azon gondolkozni, hogy egy cél érdekében, mi ezeket kihívásnak hívjuk, hogyan lehet több különböző meglepő megoldással eljutni ehhez a célig. Ezeket a megoldásokat, ötleteket az emberek közösen értékelik ki hatás és megvalósíthatóság szempontjából, azért, hogy ezekből új projektek tudjanak kialakulni, amiket ilyen alulról jövő kezdeményezésekben valósítanak meg. Képzeljétek el, hogy mennyien újratervezést meg irányváltást lehet megspórolni akkor, hogyha mindezzel párhuzamosan tudunk dolgozni, és hogyha a szervezetek felhatalmazzák az embereket arra, hogy részt vegyenek a kreatív projektekben, hogyha ezek a célok lemennek egész a szervezeti struktúra aljáig. Amit én megtanultam ebből az időszak alatt, az volt, hogy ez a nagy vízió és a célok minden újításnak a motorja. És az, hogy ezeket hogyan valósítjuk meg, az mindig nagyon hosszú időszak alatt, hosszú tesztelések árán jön létre. Az a lényeg, hogy amikor előállunk és merjünk előállni meglepő javaslatokkal, akkor ezeket nagyon gyorsan teszteljük is le a felhasználóktól. Viszont ezeket a visszajelzéseket ne csak úgy fogjuk és beépítsük a fejlesztési folyamatunkba, kezeljük ezeket insightként, olyan információként, amiket nekünk kell valahogy értelmezni a kitűzött célunkhoz képest. Így tud az megvalósulni, hogy egy cég vizionáriussá váljon, hogyha felhatalmazza az embereit, hogy gondolkozzon a célokban, tűzzön ki ilyen célokat, és merjen elrugaszkodni, megkérdőjelezni a status quo-t, mikor meglepő megoldásokkal kísérletezik. Ezek a vizionárius szervezetek lesznek a jövő első szervezetei. Az ilyen szervezetekben lesz megalapozott az emberek jólléte, a vásárlók jólléte és az üzlet virágzása. De ehhez az kell, hogy felismerjék a kreativitás transformáló erejét, és folyamatosan továbbfejlesszék azt. Köszönöm.